A régiből újat készíteni kreatívan, és mindezt környezetbarát módon. Ez a csináld magad, vagyis angolul a DIY. Hát igen, de mondjuk ez a do it yourself-nek a rövidítés. Az alkotó kedvűek egy pályázaton is kipróbálhatják magukat. Vendégünk a stúdióban Iványi Krisztina, Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs tanácsadója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szóval igen, jól hangzik ez a do it yourself, de csináld magad, itthon vagyunk, így van. Na, mennyire elterjedt ez Magyarországon? Első látszatra talán nem, aztán amikor az ember jobban belenéz, és megtalálja azokat az online közösségeket, akkor elcsodálkozik, hogy hű, milyen sokan vannak, mert hogy ezekben a közösségekben a legkisebbekben is több ezer ember van, a nagyobbakban meg több tízezer ember van. Uh-huh. Egyre divatos egyébként, én azt veszem észre, hogy sokkal jobban törődnek az emberek azzal, hogy környezettudatosan gondolkodva újraalkossanak bizonyos tárgyakat, akár a régiből. Igen, ezzel egyet tudok érteni, már csak azért is, mert az elmúlt hónapokban ez az elterjedése a Csináld Magad mozgalomnak, illetve az a bútoralkotásnak, ez egyre nagyobb méreteket ölt, talán egy picit egyébként ennek az alkotóenergia pályázatnak is köszönhetően. Mondd el, hogy kik jelentkezhetnek a pályázatra? 16 év fölötti magyarországi lakóhelyen rendelkező személyek jelentkezhetnek, nyilván aki 16 és 18 év között van, neki még szülei beleegyező nyilatkozat kell, és hát december 31-ig lehet beküldeni a pályamunkákat, nem tudom, elmondhatom, hogy 3 darab hiány. Persze. 400 pályamunka van jelen pillanatban, de ez ne tartson vissza senkit, hiszen rengeteg díj lesz, és csodaszép alkotások érkeztek be. Hát meg ez ráadásul szerintem extra motiváció lehet, tehát most a 20 alkotás közül a legjobbnak, az nem feltétlenül ugyanaz, mint amikor több száz alkotás van, közül a tiéd a legjobb. Hány kategória lesz? 3 kategória van, a bútorfestés, bútorfelújítás, aztán van a tárgy átalakítás, ahol egy feltétel van, hogy korábban már valami másra használt tárgyból készüljön egy új használható dolog, illetve mindenféle díszítési technikák alkalmazása kisebb tárgyakon. És mit tűnik a legnépszerűbbnek egyébként? Nagyjából azonos a beérkező pályázatok mennyisége mind a 3 kategóriában. Ugye kinek mit hoz a szükség, vagy az otthoni lehetősége, nem mindenki tud nekiesni akár egy egész konyhabútornak, de van ilyen pályázatunk is, van, aki csak egy kis dobozon dekupázsol, vagy éppen transferál. Kinek mihez van kedve, lehetősége? És nektek, a Paksi Atomerőmű ZRT-nek miért volt ez fontos, ez a pályázat? Hát a környezettudatosság miatt, a környezeti terhelés csökkentése miatt, azt ugye rólunk tudni kell, hogy széndioxid kibocsátásmentesen termelünk villamos energiát, és ezzel a levegő tisztaságot óvjuk. Most minden olyan tárgyat, amit megmentünk, nem kerül a tűzre, nem kerül a szemétlerakóba, és utána nem kell vele foglalkozni, az szintén a környezeti terhelést, egész konkrétan ugye a levegő tisztaságát védi, amit nem égetsz el, az nem fog elfüstölni. De nem csak ez az értéke, hogy megőrizzük a régi dolgokat, és ezzel vigyázunk a környezetünkre, hanem ez a fajta értékőrzés egy tudásfejlesztéssel, egy tudásmegőrzéssel is jár. Ezekben a közösségekben tanulunk egymástól, és tanítjuk is egymást. Minél nagyobb a közösség, annál több a benne lévő tudás, és a belőle kivehető tudás, hiszen sokan vannak, vagyunk, akik kísérletezgetünk az anyagokkal, a technikákkal, és utána ezt megmutatjuk a többieknek. Hát az atomerőműben ez a kultúra, ugye már több mint 30 évre tekint vissza, nem tudnánk másként működni, ha az egymásra utaltság, az egymás tanítása, a közösségi tudásnak a fejlesztése nem lenne létező gyakorlat a mindennapjainkban. De egy aukcióra is sor kerül. Igen, ez nagyon fontos, nagyon ezt mondjuk célja el. Van. Így van, egy jótékonysági árverés indult el a tegnapi nap folyamán. Egy paksi kislány javára, őt úgy hívják, hogy Fejleszter. Ő sajnos kicsikora ellenére már ehhez képest kicsit hosszú ideje küzd a rákkal, pillanatnyilag is kórházi kezelés alatt áll, és neki, illetve a családjának szeretnénk segíteni azzal, hogy elindítottuk ezt a jótékonysági árverést, ami mellé adománygyűjtés is társul. Itt ugye van egyrészt egy online árverés és online adománygyűjtés, de van fizikai pénzadományozási lehetőség is. Bízunk benne, hogy fogtok tudni segíteni a kisnek. Nagyon reméljük. Szépen köszönöm, hogy itt köszönöm. Köszönjük szépen.